Az amerikai foci hazájában nagy népszerűségnek örvend. Azonban Magyarországon nem tartozik a legismertebb sportok közé. A fiatalok figyelmét viszont egyre inkább felkelti, és többen nyitnak is efelé a számukra új, izgalmas sport felé. Már Szegeden is létezik amerikai futballklub. A CFS Guardians az Etelkasori sportpályán szokott edzeni. Amivel én Magyarországon ilyen közegben mozgok, minden nap találkozok a sporttal. Azért azt tapasztalom, hogy egyre többen ismerik, meg tudják különböztetni a rögbitől, mint amit mögöttem látható éppen, az amerikai focit, ugye, és pont most volt ugye a Super Bowl is, nagyon sokan érdeklődnek ilyenkor a sport iránt, és én azt látom, hogy egyre nagyobb a népszerűsége magának a sportnak is, és ez meglátszik nálunk a játékosok létszámán is. A CFS Guardians megalapításának ötlete 2017 őszén született meg, amikor két Csongrád megyei csapat, a Makó Rednecks és a Szegedi Sentinels együtt jelentkezett a Magyar-Amerikai Futballklub Szövetség által meghirdetett mentorprogramra. Így alakult meg később a CFS Guardians amerikai futballszakosztály. Nagyon régóta nézem és követem a sportágat, ugye a NFL-t, és hallottam, hogy van Szegeden is amerikai foci csapat, és úgy voltam vele, hogy lemegyek egy edzésre és kipróbálom. Többeknek a televízióból egy-egy amerikai filmről lehet ismert ez a sportág. A csapat jelenlegi vezetőedzője is a képernyőn látottak alapján kezdett el érdeklődni iránta. Ugye én jelenleg edzőként, vezetőedzőként dolgozok a Guardiansnél. Gyakorlatilag bárkinek azt tudom mondani, hogy ez az a sport, ami mindenkinek való, mindenki vágyát kielégíti, fogalmazzunk így. Én anno azért döntöttem emellett a sport mellett, mert tetszett a tévében, amikor láttam, ki akartam próbálni, elkezdtünk a sulival vele foglalkozni, és aztán egyre jobban beleástam magamat, utána csatlakoztam Szegeden, akkor a Szeged Bec nevű csapat volt, csatlakoztam hozzájuk, játszottunk kint Szerbiába is, és gyakorlatilag nekem így alakult a sportolói karrierem, és utána egy kis kiagyás után edzőként csatlakoztam a Guardianshez. Mindenkinek ajánlom, aki ki szeretné próbálni. Kis behelysúlyokhoz nyomják! Hat! Szer! Hat! A csapatból páran a hazai zászló színei alatt is megmutathatták már tehetségüket a magyar válogatottban, ahol szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Elmentem az egyik válogatójukra csapattársammal, hogy megnézzük, milyen szinten állunk, hogyan, és azon a válogatón továbbítottunk a bőkeretbe, majd a bőkeretből én továbbítottam a szűkített keretbe, és így kerültem be a válogatottba. Ez a sportág rendkívül kemény, sokszor durvának látszó játék. Gyors futások, agresszivitás, taktikai fegyelem, nyers erő, pontos dobások, ütközések jellemzik. Mindezek egyetlen célt szolgálnak. Eljutatni a labdát az ellenfél célterületére. Emiatt a csapatban posztonként edzenek és figyelnek, hogy megfelelő legyen a felkészülés. Ez a sport pozíció specifikus, tehát nem lehet ugyanúgy kezelni egy faljátékost, aki mondjuk 130 kg, mint egy elkapót, aki emellé 70 kg. Teljesen másfajta gyakorlatok játszanak szerepet, különböző mozgásokat gyakorlunk. Mondom, hogy egy falemberrel, és az elkapó a két végletet hasonlítsam össze. Különböző gyakorlatokat rakunk össze. Nagyon fontos, például az irányváltásos feladatok nagyon fontosak az elkapóknál, futóknál, védőknél, a defensive backeknél, linebackereknél, míg mondjuk inkább jobban, nagyobb hangsúlyt fektetünk a statikus feladatokra a támadó védőfalaknál. Gyakorlatilag hál' Istennek abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy majdnem minden pozícióra van külön edzőnk. Ez a sport velejárója is. Itt egy edző nem tudja megfelelően lekezelni az összes játékost, meg az összes pozíciót, de mondom, itt Szegeden abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden pozícióra van edzőnk, aki foglalkozik a játékosokkal. A sportolók a pályán kizárják a külvilágot és csak a játékra figyelnek.
A csapatszellem, a hangulat és az adrenalin a meccseken felszabadultabbá teszi őket, és arra ösztönzi, hogy a legjobb formájukat tudják hozni ebben a 60 percben, ami esetenként jóval több is lehet, ha elhúzódik a játékidő. Edzésen, mérkőzésen teljesen kizárom a külvilágot, és csak az adott feladatra koncentrálok és az adott játékra. A csapat szívesen fogadja az érdeklődőket, sportolni vágyókat. Buzdítják őket, hogy ne féljenek kipróbálni benne magukat. Gyakorlatilag azért ajánlanám, mert egyrészt nagyon bármikor elkezdhető a jelenlegi formában Magyarországon, ugye ez egy amatőr sportnak számít, ezért tényleg bármilyen korban elkezdhető. Mindig előnyt jelent, hogyha valakinek van bizonyos szintű mozgás koordinációja, de ezen is nagyon sokat szoktunk dolgozni. Olyan embereknek ajánlanám, akik nagyon szeretik a közösséget, mert ez egy olyan csapatsport, ami tényleg az egész csapat munkájára épül, és szeretik próbára tenni magukat, akár ütközések terén, nem félnek a kontakttól, bár van olyan játékosunk, aki rettegett az elején a kontakttól, és most pedig az egyik legnagyobb ütközőnké vált. Tényleg bárkinek, akit egy kicsit is érdekel ez a sport, annak ajánlom, hogy próbálja ki, mert vesztenivalója nincs, viszont tényleg egy olyan közösségbe csöppenhet, nem csak a mi csapatunknál, hanem máshol is, de azért a mi csapatunkat kiemelném természetesen, de olyan közösségbe csöppenhet, amit nem feltétlenül gondolok, hogy más sportoknál megtalálhat. Ezt a sportágat mindenkinek ajánlani tudom, mert fiúknak is, lányoknak is, kicsiknek is, nagyoknak is, bármelyik korcsoport igazából kipróbálhatja, mert szinte mindenkinek lenne helye a csapatban, nemtől függetlenül.